Délután 3:45 van, végre megérkeztünk Székelykevére. 32 fokba, 100 fokos páratartalommal, de egy gyönyörű szép erdék Székelykapu fogadott bennünket. Igen. Nem. Igen. Itt már talán a Zentai úti általános iskola. Oda mennétek egy kicsit magéje? Egy csoportképet, és akkor onnan. Topály, és így haladtunk, ugye Topolya, Újvidék volt, ugye Újvidék, Péterváradot megnéztük, majd ugye ezen az autópályán tovább haladtunk egészen idáig első nap. Itt van Nándorfehérvár, átmentünk ugye Zimonyon, vagy Zimonyon, mert keverő mondom, a Zemhun meg az Zimony legyítettek kicsit, és itt átmentünk ugye Pancsován, és itt van ugye, itt van Kovin, Kevevára, itt pedig Székelykerve, itt van a szállásunk. Tegnapi nap folyamán, ugye nem sokat mentünk, ugye ezen az úton Pancsóval így, és itt voltunk. Ugye itt van Nándorfehérvár, Kalemegdán, oda is van írva, a nagy hadiszigetet láthattuk tegnap, a Száva innen érkezik, innen a Duna, és itt van egy Zimony. Azt is láttuk, ahol összeér. Összeér, igen, az is megvolt, majd pedig úgy jött vissza, itt van Helyektelendi falva, Vojlovice, ez az a Tamási Áron művelődési központ található, itt található a református templom. Sztárcsevóról beszéltem, és így mentünk. Itt van talán... Tegyél egy apró, kedves gesztust, amitől szép világ. Zentáról, ebből az iskolából hasonló életkorú, tehát általános iskolás korú gyerekek jönnek Fehérvárra, Magyarországra, boldog örömmel várnák őket, várnánk benneteket, amivel tudunk segítünk. Ki a másik, jó? Lakosak legyetek, gyerekek, és akkor menjetek oda, hogy egy kicsit futózunk. Lassan. Jó. Jó? Nézd rám. Jó, tökéletes lesz. Igaz is megvettem. Jó.